Jó estét kívánok! A vendégekkel azt számítottuk, hogy hát, ha minden témát alaposan megbeszélünk, akkor ez egy olyan nettó 60 percnyi adásidő, úgyhogy gyorsan bele is kezdünk, hogy a legtöbb témánkra jusson idő. És akik itt vannak, László Imre, Murányi András, illetve Kórozs Lajos, tehát Budapest, Új-Buda, Parlament. Így röviden összefoglalva. És akkor mutatjuk is az első témát, a koronavírus járvánnyal kapcsolatban a legfrissebb számok és a legfrissebb információk jönnek. Azt tudom mondani, hogy szabad ágy jelen pillanatban, amely covidos betegek ellátására alkalmas, az 13.049, amely üresen áll és várja a betegeket, és intenzív ágyban is van 1634. Hogy ennek a nagyságrendjét megértsük, ez azt jelenti, hogy most van lélegeztetőgépen intenzív ágyon 582, és ennek a háromszorosa még rendelkezésünkre áll. Hétfőtől 93 kórházban lesznek katonák, arról pedig, hogy mi lesz a feladatuk, a honvédelmi miniszter az állami televízióban számolt be. A katonák nem olyan feladatot látnak el, amihez egészségügyi szakmai felkészültség kell, hanem sokkal inkább annak a feladatrendszernek a logisztikai biztosításában, a beléptetéseknél, az érkező betegeknek a testhőmérséklet mérésénél. Múlt hét szerdán léptek életbe a szigorító intézkedések, ám az egészségügyi szakértő szerint már későn. Lantos Gabriella úgy véli, nem lehet elkerülni, hogy két hét múlva 200 fölé emelkedjen a napi halálozások száma. Ezt még a szigorításokkal sem lehet elkerülni, hiszen ezeknek a betegeknek a sorsa már akkor eldőlt a szigorítás előtt legalább egy nappal vagy egy héttel, amikor megbetegedtek. Hát ezek nem jó hírek, és azt is tegyük hozzá, hogy amiről Orbán Viktor beszélt, hogy 1634 intenzív ágy, Lantos Gabriella reggel azt mondta, hogy 1300 a határ, ami mellé embert is tud odarakni a magyar egészségügy. És hát ugye napról napra közelítünk, most 582 intenzív ágyon gondoznak, ápolnak betegeket. Elképesztő, ami elhangzik. Én komolyan mondom, hogy felelős emberek, akik a miniszterelnök közelségében vannak, és talán orvosi diplomával is rendelkeznek, hogy hogy mehetnek abba bele, hogy ilyen számok hangozzanak el. Hadd idézzem egyébként azt, hogy hány szakember van ma Magyarországon. A nyilvántartás szerint, ha mindegyik dolgozik, rögtön hadd tegyem hozzá, és itt van Magyarországon, 2023 szakorvos és 2003 szakasszisztens. Tessék már mondani, hogy lehet kiállítani ebből 11 néhány ezer ágyra szakszemélyzetet? Ugye mindig azt mondják, hogy valami összeomlik, valami nem működik rendesen, hogy is van az. Hát ez nem úgy van, mint egy szatócs üzletbe, bocsánat, azt elnézést kérek. Hogy ma vásároltam, holnap megyek, és látom, hogy ki van téve egy tábla, hogy bezárt. Az egészségügynél nem így van. Folyamatosan romló szakmai színvonalon, folyamatosan erősödő bizonytalanság mellett, legkevésbé egyébként hozzáértő emberek fokozatos bevonása mellett történik az egészségügyi ellátás. Meg lehet csinálni 14 ezer ágyon intenzív ellátást, csak annak nagyon komoly emberéletekben mérhető következményei lesznek, mert én azt szoktam erre mondani, hogy mi a problémád? Hát operáljon meg téged egy belgyógyász. Az is elvégre orvosi diplomával rendelkezik. Tessék tudomásul venni az egyik legkomolyabb, legnagyobb odafigyelést, leggyorsabb reakciót követelő szakma, ez az intenzív ellátás. És még ráadásul szegények a műtőasztal mellett is ott vannak, mert ők altatnak, ez egy kettős szakma. Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik... László Imre itt említette, hogy mennyi, hány szakember áll rendelkezésre, azt azért ne felejtsük el, hogy ők nem napi 24 órában képesek ellátni a feladatukat. Hogyha 2020-2100 olyan szakdolgozó van, aki képes akár intenzív ágyon, vagy később ugye lélegeztetőgépet üzemeltetni, ott 7-800 embernél többet nem tud hadrendben tartani, mert a pihenőidőt is ki kell nekik adni, hiszen nekik is regenerálódni kell, mert annyira le vannak már terhelve, és annyira mentálisan is le vannak terhelve, tehát nem csak fizikálisan, hogy félő, hogy nagyobb lesz a baj. Ez az egyik dolog, amit szerettem volna mondani. A másik, hogy többször elmondtam azt is, lehet, hogy a miniszterelnök úr más számokat lát, mint amit a közvéleménnyel megosztanak.
akkor ennek fényében tessék megmondani, hogy az egész nyarat mivel töltötték. Én nem akarok ilyen frázisokat pufogtatni, hogy jaktozni mentek, meg helikopterezni, meg adriázni mentek, de két dolgot biztosan lehetett látni, és ezt még a laikusok is tudták, hogy szeptember 1-én nem a határ lezárásával kellett volna foglalkozni a kormánynak, hanem az egész nyarat arra fordítani, hogy ha tudják, már pedig tudták, hogy jön a második hullám, akkor arra milyen stratégiát fognak alkalmazni. Erre nem lehet operatív ügy az, hogy majd a egészségügyi szakközépiskolásokat berendeljük a kórházakba valamilyen feladatokat ellátni. Egyébként a miniszterem, bocsánat, egyetlen egy mondat. Hogyha készültek volna, akkor miért szeptember végére, október elejére vitték ki a lázmérőket az iskolába, hőmérőket, vagy a kézfertőtlenítőket? Nem lett volna idő augusztusba, júliusba ezeket a dolgokat kiszállítani, ha ők valóban készültek? Az egyik legszürreálisabb pillanata a mai parlamenti ülésnapnak az volt, amikor Orbán Viktor meglehetősen felháborodva számon kérte az ellenzéket, hogy mi az, hogy mit csináltunk nyáron, dolgoztunk, készítettük elő a második hullám elleni védekezést, na most két eset van. Vagy nem mond igazat, erősebben hazudik, vagy pedig, hogyha valóban azon dolgoztak, hogy hogyan menedzseljék majd a második hullámot, akkor totális kudarcot vallottak. Itt szerintem a következőről van szó. Lement az első hullám, kormánykörökben megnyugodtak, ránéztek a második negyedéves GDP adatokra, összebuktak, hogy úristen, most mi lesz a gazdasággal, a gazdaságot meg kell menteni, oligarcháinkat meg kell menteni. A nyarat, én nem vagyok ilyen szemérmes, elmondom, hogy jachttal, luxus utazásokkal és egyebekkel töltötték ezek a nagyszerű kormánytagok. Majd szeptember elén, amikor például a Párbeszéd tartott egy sajtótájékoztatót Barabás Ihár szóvivő révén, Imrének az alpolgármester révén, hogy hát egyáltalán az iskolákat, az embereket, a gyerekeket, a felnőtteket, a nagyszülőket föl kéne készíteni, hogy most egy tömeg így beözönlik, főleg így nyár után, amikor többen ugye elmehettek nyaralni, mert fel volt szabadítva, ugye, hogy mindenki utazon, amerre akar nagyjából, hogy egy nagy tömeg rámegy egy ellátórendszerre, hogy ebből esetleg fel is gyorsulhat a második hullám, vagy ki iskolák, humán erőforrások, ki mennyire van fölkészülve, még a Párbeszédre mondták azt, hogy most mit riogatunk, majd eljött a szeptember, semmi. Eljött az október, nyilván már a 34 éves adatokat nézegették, hogy mi van. A gazdaságot próbálták így életben tartani, az embereket abszolút nem vették emberszámba, és november elején jutott el oda a kormányfő, megfogadva néhány egyébként párbeszédes javaslatot is, és ellenzéki javaslatot is, hogy azt mondja, akkor oké, bocs, satúfék, és behúzom. Na jó, de ha már felkészül, ugye Orbán Viktor mindig elmondja, hogy a laborunk Ausztria. Így van. És erre figyelj, na most Ausztriában jövő, a következő naptól egésznapos kijárási korlátozás lesz. Aki tud, az elmegy home office-ba dolgozni, és minden boltot bezárnak az alapellátást nyújtó boltokon kívül. Szóval, hogy sokkal előrébb járnak. És ugye nagyon sokan azt mondják, hogy na kb. Ezt kéne meglépni ahhoz, hogy a nagyon nagy bajt megelőzzük. Igazuk van azoknak, akik ezt mondják? Már a tavasszal követeltük a teszteléseket, a folyamatos adatszolgáltatásokat, éppen azért, hogy ahol gócpontok, mert látszott, hogy nem külföldről hordják be a vírust. Itt volt a vírus. Gócpontok kezdenek kialakulni az ország. Ráadásul jött egy plusz tudás is ebbe az egész rendszerbe, hiszen a vízügyi szakemberek a szennyvizek analíziséből leszűrtek olyan következtetéseket, hogy pontosan lehetett tudni, hogy egy-két hét múlva hol fog kiteljesedni a vírusnak a terjedése, elnézést a rossz magyar talán megfogalmazásért. Tehát innentől kezdve azt is lehetett nyilvánvalóan tudni, hogy ha tesztelnek, akkor nagy valószínűséggel több fertőzöttet tudnak földeríteni. Pontosan tudjuk, hát a hozzáértő szakemberek elmondják, hogy akkor lehet hatékony intézkedéseket hozni, hiszen a fertőzötteknek egy jelentős része tünetmentes, és úgy fertőz tovább, hogy nincs tudomása róla. De ehhez kellene a jó kontaktkutatás. Ezt nem állom meg. Elmondom azt a sztorit, hogy engem múlt hét pénteken fölhívott, nem mondom meg, egy vidéki közepes város rendőrkapitányságáról, 2 óra különbséggel 2 rendőr is, és mondta, hogy jó napot kívánok, XY családot keresem a karantén miatt. Hát mondom, se a név nem stimmel, se az, hogy itt karantén van. Beszélyed volt? Igen. Az én mobil számomon fölhívtak minket. És a szám stimmel, de semmi más információ. Hadd meséljek egy történetet, ami itt a 11. kerülettel kapcsolatos. Én kértem, ugye a kormányhivatalnak minden adat beérkezik hozzájuk, hogy tájékoztassanak már bennünket arról, hogy a kerületben mi van.
tudnilik a problémát, azt nem orvosolni, hanem megelőzni kell. Akkor járunk el igen korrekt módon, hogyha a számokból tudunk olvasni, ha figyelembe vesszük, hogy a környezetünkben mi van. Visszaírtak, hogy mivel veszélyhelyzet már nincs, mert akkor még nem volt, nekik nem kötelességük, hogy nekem adatot szolgáltassanak, ha tegyem hozzá, már el lett rendelve, mind a mai napig egy darab adatot nem kaptam. A rendőrök kaptak, hiszen ők mennek ellenőrizni, hogy a karanténben ott van az illető, vagy nincs. Mi nem, ahogy mondják, hogy akadályozza, a bal liberális, az csak akadályozza. Mi július és augusztusban 2 hónapi tartalékot halmoztunk föl, vettünk a védőeszközökből, és szeptember 1-jére a szociális, az óvónő és a védőnő dolgozókat, tehát óvodába, bölcsődébe dolgozókat, szociális területen dolgozókat, mindet leszűrtük. Azért, hogy megelőzzük, hogy jöhessen. Folytatni fogjuk még azt a témát, hogy akkor az ellenzék akadályoz, vagy nem, de gyorsan a napkérdésének az eredményét szeretném megmutatni, és azt kérem mindenkitől, hogy csak nagyon gyorsan egy választ adjon. Ugye a védőoltással kapcsolatos volt a kérdésünk az, hogy önök bíznak-e abban, hogy tavaszra túljutunk a járványon. 14% optimista csak a nézőinknek, hogy az oltások hamar védettséget adnak, és talán tavaszra már túl leszünk ezen, és 86% azt mondja, hogy ez egy hosszabb távú történet lesz. Ki hogy szavaznak? Csak egy nagyon gyors nekem egy mondat. Nekem a megérzésem az, hogy inkább ezt nyárra egy ilyen júniusi állapotot lőnék én be, de én laikus vagyok. Nyár, jó. De az legalább már egy belátható távolságra van. Folytassuk azzal, hogy tényleg nagyon nagy adókapok volt ma a parlamentben, és a leghevesebb szócsatákat összefoglaltuk önöknek. Hatalmas csörte alakult ki a parlamentben, miután a DK-s Vadai Ágnes azt mondta, hogy a kormány lehazudta a csillagokat az égről, miközben nem készült fel a második hullámra. A miniszterelnök cserébe a hazugság bajnokainak nevezte a baloldalt. Ember, hát kit érdekel, hogy mi volt 14 évvel ezelőtt, vagy 14 nappal ezelőtt? Mindenkit az érdekel, hogy mi van most és mi lesz holnap. Én tudom, hogy ön egy alternatív valóságban él, ahol mindenki hibás, a baloldal, az ellenzék, Gyurcsány, Soros, a háttérhatalmak, a gyík emberek, mindenki, csak ön és a teljhatalmú kormánya nem. De ön, aki arról beszél, hogy az egészségügy föl van-e készítve, elfeledkezik arról, hogy nem most kezdte a parlamenti pályafutását. Hát itt ült hosszú éveken keresztül, és amikor kormányon voltak, akkor az orvosoktól és az ápolónőktől nem csak elvettek egy havivért, ön személy szerint megszavazta. Ön megőrült. Kérem, képviselő úr, legyen szíves. Kövér László figyelmeztette ugyan a Jobbik elnökét, de nem vette el tőle a szót. Jakab Péter is élesen bírálta a kormányfőt. Alaptörvényben rögzíteni a lopást, na ahhoz van esze. Választójogi törvényt módosítani a válság kellős közepén, ahhoz van esze. Válságot kezelni, életet és munkahelyet menteni, na az már nem megy. Válaszában a miniszterelnök azt mondta, munkahelyből ma is több van, mint volt a 2010-es kormányváltáskor. Megígértük, hogy ahány munkahelyet a vírus tönkretesz, annyit létre fogunk hozni. Amikor 2010-ben megkezdtük a kormányzást, akkor Magyarországon 3.600.000 munkahely volt, most 4.500.000 van. Köszönöm szépen a figyelmüket. Arról beszélgetünk éppen, hogy élőben kihallotta ezt a heves szóváltást, és Korozsáros elkezdtem mondani, hogy hogy van ez? Úgy van, hogy az elnök mindig felhívja a figyelmét a képviselőknek, hogy lehetőség szerint csak azok legyenek bent, mert most nincsenek például interpellációk, csak azonnali kérdések vannak, nem kell szavazni, hogy elfogadjuk az interpelt vagy nem. Hogy csak azok legyenek bent, akik felszólalnak, meg a következő, ezért ő ismerteti is az, hogy ki fog következni. Na, persze, amikor a miniszterelnök bent van, akkor a kormánypárti képviselők mindegyike bennül. Csak ugye látjuk azt a tematikát, azt a kommunikációs tematikát, amit folytatnak most már hetek óta. Másfél-két héttel ezelőtt az volt a szöveg, és mindenki szájából el kellett, hogy hangozzék, hogy az ellenzék nem támogatja a járvány elleni védekezést. Én meg megkérdeztem tőlük, ugyan tessenek már megmondani, hogy miben kellett volna önöket támogatni. Mondják meg konkrétan, ha azt mondják, hogy a munkabér 80%-os kiegészítését támogat, akarják, mert látják, hogy a családok mennek tönkre abban, hogy elveszítik az egzisztenciájukat, nem annyi a munkanélküli, mint amennyiről ők beszélnek, nem annyi a foglalkoztatott, mint amennyiről ők beszélnek, akkor mi azt
megszavazzuk, mondják meg konkrétan, hogy miben kérik. Abban kérték volna, hogy védőfelszereléssel lássuk el a szociális ágazat dolgozóit, akik ugyanúgy ki vannak téve a veszélynek, mint az egészségügyben dolgozók, akkor megszavazzuk. Nem, hát a választási törvény módosítása, vagy az alaptörvény módosítása. Éjfél előtt egy perc. Az is ide tartozik ezek szerint. Ez nagyon fontos kérdés, mert amikor ugye az ellenzék ugye múlt kedden megszavazta ugye a veszélyhelyzetet, és 90 napos intervallummal, akkor ugye akkor még nem sejthette, ugye a tanúval élve, hogy az apparátus az nagyjából 36 törvényt készít elő, ugye a választójogi törvényát, és így most sorolhatnám. És az igazi probléma az ez. Tehát amikor a vírus kellős közepén vagyunk, a koronavírus járvány kellős közepén vagyunk, naponta ezrek fertőződnek meg, naponta százak halnak meg, akkor az állami apparátus azzal van elfoglalva, hogy mindenféle törvényeket gyárt, ki tudja milyen okból. Értem én, az egyik törvény például arról szól, hogy az úgynevezett közpénzeket, amelyeket kitalicskáznak cégekbe és alapítványokba, azok tűnjenek el ugyanúgy, ahogy az MNB alapítványok pénzei, sőt, még ezeket a cégeket is el fogják majd rejteni a nyilvánosság előtt, nehogy véletlenül valamilyen közérdekű adatigényléssel, vagy bármilyen módon a pénz után lehet menni. Ez egészen konkrétan arról szól, hogy Orbán Viktor és kormánya-nak a nadrágja egy kicsit barna attól, hogy 2022-ben vereséget fog szenvedni, és elő akarja készíteni azt, hogy minél több forrás álljon rendelkezésre. De pont a kontraszt miatt ez nem lehet, hogy kontraproduktív, hogy ilyen rossz magyarsággal fogalmazza, hogy ezzel foglalkoznak ilyen helyzetben? De akkor is koronavírus járvány alatt ilyen helyzetben a kormány a koronavírus járvánnyal foglalkozzon, és ne 36 törvénye, hanem ezzel az egyel. Még gázabb helyzet is van. A nyár folyamán kétszer volt bent tudomásom szerint a kormány előtt, bár a sajtó nem szerzett róla tudomást, az egészségügy átalakításának a terve. Kétszer. Erről prezentációt tartott Kásler Miklós, azt hiszem 21 szlájdot. Kérem szépen, elég pontos infói vannak arról, hogy mi zajlott azon az ülésen. Kívánják átalakítani az egészségügy irányítási struktúráját. Mondják meg nekem, a koronavírus második hullámának kellős közepén arra van szüksége az egészségügynek, hogy átszervezzék az egészet, átalakítsák, hogy megbeszélték egyáltalán azokkal az érdekképviseleti szervezetekkel, szakmai szervezetekkel, akikre ez tartozik, akiknek a bőréről van szó. Áttételesen persze 10 millió ember bőréről van szó, hogy pontosan most kell ezeket a strukturális átalakításokat elvégezni. De tovább megyek, itt is beszélgetés téma volt, velem is folytattak ilyen beszélgetést, amikor megrendelték az átalakítást a Boston Consultingtól, a BCG-től. Kikértük közadatigénylésként a tanulmányt. Nem küldték meg, mert azt mondták, hogy ez olyan érdekeket sértene, szerintem a kormány érdekeit sérti csak, és ezért nem bocsátják rendelkezésére. Igen, erre emlékszem, erről beszéltünk. Kérem szépen, lejárt az idő. Ezek után meg a miniszter erről beszél, hogy átalakítják ennek a tanulmánynak a következtében igen. Az egészségügyet? Megígérem László Imrének, hogy önnel kezdünk. És önöket pedig várjuk vissza a reklám után. A csapat változatlan és a kedv jó, még a témák ellenére is. Murányi Andrással, László Imrével és Kóros Lajossal folytatjuk a beszélgetést, és van egy bónusz témánk, mert hogy sok belföldi téma volt, de azt egyáltalán nem tudjuk, és nem is akarjuk megkerülni, hogy az előzetes pletykák után ma Havasi Bertalan fogalmazta meg, hogy a magyar kormány megvétózza az uniós költségvetést, a 7 éves költségvetést és a helyreállítási alappal kapcsolatos jogalkotást. Emiatt a bizonyos jogállamisági kritérium miatt nincs új az érvelésben, ugye azt mondja Orbán Viktor, amit eddig, hogy itt alapvetően a jogállamiságot nem lehet centire meg dekára mérni, és ez egy önkényes kettős mércét alkalmazó döntés lenne innentől kezdve. Lengyelország ebben velünk partner, viszont az összes többi országot nagyon-nagyon magunkra haragíthatjuk, hogyha megnehezítjük a helyreállítási alapok kifizetését, meg a 7 éves költségvetési ciklust, akkor ez most miért jó? Hát nekem két állításom van, az egyik az, hogy ez nyílt beismerése annak, hogy Magyarország nem jogállam, egy. Kettő, a másik, hogy ezzel a lépéssel a magyar kormány elvesz minden magyar embertől 250 ezer forintot, ugye 2500 milliárdot, hogyha nézzünk. Most nagyon egyszerűen fogalmazok, és akkor a büdzséről nem is beszélek. Ez egészen különlegesen drámai, főleg a koronavírus szituáció közepette, de egyébként is teljesen drámai, hiszen most túl azon, hogy az
túl azon, hogy Orbán Viktor beismerte, hogy ő igazából azt szeretne csinálni, amit akar, és nem érdekli senkinek a véleménye, és majd a tárgyaló asztalnál majd srófogatja az árat, vagy nem tudom, valamit, valamilyen célja biztos van ezzel, én nem látok bele a fejébe. Az, hogy magyar emberekkel szórakozik, miközben egyébként ennek körvén leépíti az önkormányzatiságot, és nem nyúl bele rendesen a járványba, és a helyreállítási alapot is gyakorlatilag kilövi, ezzel gyakorlatilag konkrétan a magyar embereknek árt, minden egyes magyar embernek. Ez tartatatlan. Megígértem László Imrének, hogy ők ezt... Hadd váltson be. Ez egy politikai jellegű dolog. Csütörtökön lesz az, ahol végeredményben úgy tudnak erről tárgyalni, hogy a döntés megszülethessen. Ez inkább egy erőfelmérés volt, egy politikai vétó, ezt úgy nevezik, annak érdekében, hogy megnézzék, hogy az egyes tagállamok hogy állnak hozzá. De ez a külsőség. Most egy picinkét beljebb lépve, azért el kellene gondolkozni azon, hogyha mindössze két ország van az Európai Unióban, 25 ország, tökéletesen egyetért azzal, hogy valóban ezek a kritériumok, azok mindenképpen mérlegelendő dolgok legyenek, és csak kettő nem, nehezen tudom elképzelni, hogy a kettőnek van igaza. Ez mondjuk a nagy számok törvénye alapján. A másik meg egy picikét szálljunk már magunkba. Mindaz, ami körülöttünk történt, nagyon sok minden dolgot lehetne sorolni, bőven kifutnánk egyébként az adásidőből. Az mind azt jelenti, hogy valóban a jog normális embereket segítő passzusaival dolgozik ez a kormány. Az a célja? Szó nincsen róla. Szó nincsen róla. Nem véletlen egyébként, hogy a hetes cikkellyel kapcsolatban történetesen pont ezzel a két országgal van gond. Az, hogy számtalan kifogást emelnek az itt történtekkel kapcsolatban. Az, hogy a Nemzetközi Bíróság is elítéli Magyarországot sok dologba, arra kényszeríti, hogy változtasson. Nem akarok belemenni a kúriába, hogy hogy lett új elnök, hogy ki lett elnök, hogy mit hágtak meg szó szerint egyébként annak érdekébe, hogy azt az embert kinevezhessék bírói gyakorlat nélkül. Nem akarok ebbe belemenni. Egy picikét forduljunk magunkba, és döntsük el, hogy valóban okkal és joggal, és ez, amit Orbán csinál egyébként, ez a típus olyan önreflexió azért annyira nem jellemző a kormányra. Nem tudom. Hogy ez megtörténne, ez a magába fordulás. Én a hétköznapi emberekre gondolok. A hétköznapi embernek kell eldönteni, és majd 2022-ben az urnához odajárulva leadni a voksát, hogy ezekbe az emberekbe, akik ilyen dolgokat csinálnak és állítanak, és minket szemtől szembe, bocsánat a kifejezésért, hülyének néznek, hogy ezek az emberek kellenek ide, és alapvető gondokkal, problémákkal küzdünk. Nem akarom mondani egészségügy, oktatás, jönnek szegénység. Majd még a budapesti kátyús gondok is, hogy alapvető problémákról beszéljünk. Azt szerettem volna az elején mondani, hogy valószínű most ugye előre küldte a felderítőket, mert csütörtökön lesz a végszavazás, tehát ez most még csak a nagykövetek mondták be, hogy milyen opcióval számíthatnak. De ahogy a koronavírus kapcsán is mindig elmondom, hogy minden szám mögött emberek vannak. És itt is emberek vannak mögötte, közel 10 millió ember. Nézzék meg, hogy vérezteti ki az önkormányzatokat. Itt van polgármester úr, elmondja, hogy akár az iparűzési adóval, akár az összes többi elvonással micsoda károkat okoz. De nem az önkormányzatnak fog károkat okozni, hanem az ott élő embereknek fog károkat okozni. Ez az egyik dolog. A másik... Én azt hiszem, hogy Orbán Viktor, ha egyedül maradna, akkor ő ezt megszavazná, nem vétózna. Ha ketten maradnak, akkor elgondolkodtató, mert neki nincs fontosabb annál, mint sem, hogy a NER maradjon, és az, hogy a szabad pénzhez hozzájutás, az neki biztosítva legyen. Kontroll nélkül a pénzhez való hozzájutás. Szerintem a nyugat-európai országok lakosainak most már, és azt ki fogják kényszeríteni a kormányokból, elegük van abból, hogy ők adóznak, befizetik a közösbe, majd kapják a kelet-európai vagy a volt szocialista országok, és azok közül kettő azt mondja, hogy ne szóljatok semmibe bele, mert én majd itt frankón el fogom költeni a pénzeteket. Ebből elege lesz. El is költi az oligarchákra. Elegük lesz. Tehát itt most két dolgot kell neki mérlegre tenni,
hogy mindenáron befeszül-e annak érdekében, hogy a NER maradjon még egy évtizedig, vagy nem tudom meddig itt. A másik az, hogy esetleg szembe kerül azokkal a nyugat-európai komoly kormányokkal. Tehát itt nem lehet a végtelenségig arra hivatkozni, hogy itt van a Mercedes, az Audi, meg a mit tudom én. Jó, de ilyenkor szokott az lenni, hogy van valami mókolás a szövegbe, és akkor ezt a mondatot kicserélik azzal a tagmondatnak, a másik tagmondatának a nem tudom, altagmondatával, és akkor mindenkinek András, jó. És mindenki úgy jön haza, hogy nyert. Andris ezzel kezdte. Beismerték. Hát most tulajdonképpen mi baja van Orbán Viktornak a jogállamisági kritériumokkal? Ja, hogy baja van vele. Tehát nem akar ezeknek megfelelni. Hát ő ismeri be, ezzel a vétóval beismeri. Lépjünk tovább, de hasonló témában maradunk, mert hogy költségvetés csak nem uniós, hanem fővárosi, mert hogy hát nem tudom, hogy Karácsony Gergelynek hogy telt a vasárnapja meg ott a stábjának, de vasárnap reggel, ha jól emlékszem, 8:30 került ki a Facebook oldalára egy poszt, hogyha valaki arra keresgélt a neten, akkor a kávé mellett nem volt egy könnyű olvasmány, mert hogy azzal kezdte a Facebook posztot, hogy a következő év pokoli nehéz lesz. Na, hogy miért lesz nehéz, és hogy ez pontosan hogyan fogják érezni a budapestiek a ezzel folytatjuk. Élesen fölmerül a hosszú távú finanszírozhatóságnak a kérdése. Karácsony Gergely már október elején megkongatta a vízharangot. Vasárnapi posztjában arról írt, pokoli nehéz évre számít, miután a tervezet szerint 2019-hez képest 88 milliárd forinttal csökkennek a fővárosi bevételek 2021-ben. A főpolgármester kiemelte, a spórolást a vezetésen kezdik. Majd hozzátette, így sem lesz elég pénz, hogy biztosítsák a közszolgálatok színvonalát. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, a tervek szerint sok olyan beruházás kell elhalasztani, ami hozzájárul a biztonságos város üzemeltetéshez. A kátyúzás mellett a csőhálózatok fejlesztésére és a vízi közműhálózat karbantartására is kevesebb juthat. A főpolgármester most takarékossági csomaggal készül. Nem kizárt, hogy a 2021-es fővárosi büdzsé megszorító intézkedéseit készíti elő Karácsony Gergely, legalábbis a Fidesz fővárosi frakció vezetője szerint. A vezetés terveit nem ismeri, de Láng Zsolt úgy véli. Szükség esetén a halaszható beruházások eltolásáról is lehet vitázni, a város mindennapjain azonban nem lehet spórolni. A kerületek, így Ferencváros helyzete sem egyszerű. A kormányzati elvonások és a pandémia pluszköltségei a helyi büdzsét is megterhelik. A polgármester szerint már most látszik. Út- és társasházak felújítására nem maradt pénz. Az sem kizárt, hogy a fizetések is veszélybe kerüljenek. No, és ez ugye az a szerencsés helyzet van, hogy a fővárosi Fidesz még tippeket is adott Karácsony Gergelynek, hogy hol kéne megvágni a büdzsét, mert hogy azt írják, hogy van hova nyúlni a főpolgármesternek, 5 helyettese van komoly fizetésekkel, több mint 40 tanácsadó segíti a mindennapjait, és a Facebook oldalát is több mint 10 ember szerkeszti. Tehát abból a mínusz 88 milliárdból, nem is tudom, lehet, hogy 10-20-30-40 milliót már be is lehet hozni. Egyébként ez a mínusz 88 milliárd, hogyha mondjuk ezt az iparűzési adós cuccot, amit Parag László lendített be a kormánynak, átviszik valamilyen formában, akkor ez kapásból, nem tudom, 100 milliárd, vagy 25 milliárd, néhány milliárd forint a kapásból több. Nem is tudom, hol kezdem, tehát ugye van egy eléggé nagy többséggel megválasztott budapesti vezetés, amelyeket az emberek ugye hatalomra emeltek. Most azt látjuk, hogy aki szembe jön, bármilyen fideszes államtitkár, akár a parlamentben, vagy ilyen fővárosi frakcióvezető, mint Láng Zsolt, az rúg egyet, és elmondja, hogy mit kéne csinálni ennek a vezetésnek, miközben az emberek felhatalmazást adtak ennek a kormánynak, illetve ennek a vezetésnek. A legdurvább ebben az, hogy ugye a koronavírus járvány kellős közepén, és ez ugye általában a legnagyobb városokat érinti, vagy legalábbis a válságkezelésnek ott kéne a legnagyobbnak lennie. Nem hogy segíteni a magyar kormány Budapestet, hanem még Budapest áldozott olyan célokra pénzeket, ugye a tesztekkel, maszkokkal, védőfelszerelésekkel, stb., ami kormány feladat lett volna. Ez rendben van, mert ilyet lehet csinálni. De cserébe, hogy a kormány ennek örve alatt, ugyanúgy, ahogy benyújtja ezt a közpénzlopási törvényt, meg egyebeket, további adókkal sújtja az önkormányzatokat, tehát szándékosan páros lábbal becsúszva sípcsontra mennek, ez egészen különlegesen védhetetlen. Nem Karácsony Gergely ellen mennek egyébként, meg nem is a fővárosi vezetés többi tagja ellen, hanem a budapesti emberek ellen. Tehát, játsszuk el azt, hogy mi van, ha ez így átmegy, ne adj Isten, még a budapestiek szempontjában még romlik is a helyzet. Tehát, hogy ugye egyrésztről van ez a magánspórral a főváros, ugye Murányi András, a főpolgármester tanácsadója, tehát lehet, hogy itt is húznak egyet.
nem? Tehát, hogy ilyenek is szóba kerülnek, hogy ott csökkentenek. Aztán lépjünk egyet tovább, mi van, hogyha a budapestiek azt látják, hogy nem tudom, kevesebb lesz a tömegközlekedésben valahol húznak, vagy több lesz a kátyú, vagy több lesz a csőtörés, mert nem sikerül ez ezeket nem, a közműveket. Szóval, hogy konkrétan mi lesz? Ez nem tanácsadókról szól, meg nem tudom, kafetériai juttatásokról szól, meg nem egyebekről szól. Itt arról van szó, hogy a budapesti emberek nem fogják megkapni azt a minőségű szolgáltatást, amelyeket már az elmúlt években se mindig kaptak meg egyébként, zárójelben mondom, mert ez a 88 milliárd, ez azt jelenti, hogy a tarlós legutolsó évéhez viszonyítva lesz még mínusz 88 milliárd. Tehát itt a budapestieknél lesz az, hogy teljesen koszos lesz az utca, meg nem sikerül majd felújítani bizonyos dolgokat. Éppen nyilvánvaló, hogy ezeket meg kell oldani, mert nyilván ezek alapvető dolgok, de hogy az egész szándék erre megy rá, és a helyreállítási költségnek a gáncsolása is, ahol ugye információm szerint ugye a szakbizottságokban ugye arra adtak direktívát, hogy ugye ezeket a nagyobb ellátórendszereket, az önkormányzatokat is segítsék. Hát mi fog ebből jutni a nagyobb ellátórendszereknek, a nagyobb városoknak, és mi fog ebből jutni az embereknek? Tehát ez egy teljesen nyilvánvaló dolog, és teljesen világossá kell tenni, ez most már egy olyan helyzet, hogyha ez így megy tovább, akkor két lehetőség van. 2022-ben győz az ellenzék, és fel lehet építeni egy normális országot, egy normális fővárosra és további városokkal, ha nem, akkor itt nem tudom, mi lesz. Egy kerületnek a példáján hadd mutassam be, hogy gyakorlatilag ez mit jelent, amit ők idáig csináltak, és amit belengedtek végeredménybe az iparűzési adóval kapcsolatban. Ugye a 11. kerület, ha városnak néznénk, akkor 5. legnagyobb városa lenne az országnak, Budapestnek legnagyobb lélekszámú kerülete. 29,6 milliárd forintos költségvetéssel dolgozik, amiből 4,4 milliárdot, tehát bőven több mint 10%-át elvittek. Különböző dolgokkal, az üzem, nem akarom végigsorolni, hogy minek a megvonásával. 12 milliárd fölött, 12,5 milliárd forint, ami az iparűzési adóból jön be. Ha 22,6 és a 12 relációját nézzük, és az iparűzési adót elviszik, akkor gyakorlatilag ez a kerület térdre esik. Képtelen lesz egyébként működtetni a kerületet. Gyakorlatilag azok a pénzek, amik az infrastruktúrának a működtetéséhez, az elemi dolgoknak a biztosításához, a szociális terület, az egészségügyi ellátás rendszeréhez kell, nem jön ki abból az összegből, ami marad. És akkor hadd mondjam azt, András, ami itt ennek mögötte van. Nem minket választottál? Akkor meg fogod majd gondolni 22-be, meg 24-be, hogy kire adod le a voksodat, mert nézd meg, ezek az emberek ezt csinálják. Nekem a Fidesz ott hétfővel gyakorlatilag rombol. Semmit az ég egyadt a világon a járványban nem segített. Nem szerencsés dolog, hadd mondjam, több mint 3 millió forintot tettem be abba a Vikusz alapítványba, én László Imreként, hogy segítsük a különböző dolgok megvételét. 2 évre visszamenőleg megnéztem, 10 fillért nem raktak be. Uh-huh. Egyetlen egy maszkot, egyetlen egy védőeszközt. Egy mondatos végszóra van időnk. Emberek vannak emögött is, nem csak a kátyúk, és nem csak a közszolgáltatásoknak az infrastruktúrális része, emberek. Hogy egy települési önkormányzatnak vagy egy kerületnek vannak kötelezően ellátandó feladatai a szociális ellátórendszerben is, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, és még sorolhatnám, vagy a gyermekek napközbeni ellátása. Hát ezek a családok bajba kerültek itt a Covid-járvány ideje alatt. Százával, ezrével, százezrével. Ő neki kéne segíteni, és erre nem lesz forrás. Azzal kezdtem, hogy 60 percnyi műsoridőt simán ki tudnánk beszélni, és ez hát így is van, úgyhogy majd folytassuk legközelebb. Így van. Köszönjük, hogy figyeltek ránk. Nézzék most a híradót, aztán az Egyenes beszélget. Szép estét!